távolról nézve ismerősek lehetnek az épületek a Nagykáló központján áthaladóknak, a feliratok viszont újak a homlokzatokon. A korábbi sportbiszló és OTP kirendeltség helyén egy-egy edzőterem áll a súlyemelő és az asztali teniszezők rendelkezésére. Az önkormányzat 5 évre térítésmentesen adta át a 2 klubnak a helyiségeket, amelyekben a szigeteléstől kezdve az elektromos hálózaton át a fűtésig mindent fel kellett újítani. Ez egy tényleg ilyen össznépi lakossági összefogás, illetve városon kívül is, mert megmozdult itt a régi, még amit a gimnázium ide kötött korábban esetleg, ők is úgy tudom, hogy tevékenyen részt vettek benne. Nekünk egy különös öröm, hogy tényleg ez már a 4. intézmény, úgymond, amit átadtunk így a lakosságnak és az egyesületeknek, hogy a civil élet gyarapodjon. Az asztali teniszklubnak jelenleg mintegy 30 tagja van, közülük 10-15-en versenyeznek. A munkálatokat látva a városlakók közül már jó néhányan érdeklődtek az edzés lehetőségek iránt. Nagykálóban már elég régi múltra tekint vissza az asztali tenisz, elég nagy eredményeket értek el, akár NB1-es csapata is volt Nagykálónak. Hát több év kihagyás után mostanra jutottunk el arra, hogy újra versenyzünk, és így a megyei első osztályba indulunk alulról. Szeretnénk feljebb kerülni, meglátjuk, hogy milyen sikerrel. A teremavató vendége volt a világbajnoki 2., 4-szeres Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő, a nagykálói születésű Száraz László is, aki a városban kezdte sportpályafutását. Nagykálói évekre mindig úgy emlékszem, hogy a legcsodálatosabb volt az életemben. Itt volt a gyerekkorom, ami azt mondom, hogy nagyon jó volt. És ugye amikor elkezdtem súlyt emelni, akkor hamarosan jöttek a sikerek. 37 országos csúcsot javítottam. Még a nagykálói színekben 24 néhány volt, és országos bajnokságokat nyertem. Az ifjúsági válogatottal voltam IBV-n, Kubába, Észak-Koreába. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy reményei szerint ismét jelentős eredményeket érnek majd el a kisporták képviselői. Örülök annak, hogy otthonra talált ez a 2 sportág újra itt Nagykálóban, és biztosítottam az egyesületek vezetőit, hogy a tőlem telhető segítséget a továbbfejlődéshez meg fogják kapni. Nyilván számítok itt az önkormányzat segítségére, mint ahogy számíthattak a klubok is, és biztatom az önkormányzatot, civil szervezeteket az összefogásra. A járványügyi előírások miatt egyelőre csak az igazolt versenyzők használhatják a létesítményeket, de amint enyhülnek a szabályok, bárki előtt nyitva áll majd a 2 terem ajtaja.